Évtizedekkel ezelőtt használt tárcsázós vezetékes telefon az asztalon, ma már nem kapható magazinok, a falon pedig még ezeknél is régebbi plakátok. Ilyen díszletek várták a retro véradásra érkezőket a szekszárdi vérellátó szolgálatnál. Az orvosok és az ápolónők is hozzájárultak az igazi retro hangulathoz. Ők is a régi korokat idéző piros-fehér pöttyös kendőt kötöttek a nyakukra. A tematikus program köré szervezett véradásra reggel 8 órától volt lehetőségük az önkénteseknek. 6-szor, 7-szer jöttem már véradásra. Nem tudom, kint tudok segíteni, de ez egy jó érzés, ha valakint tudok segíteni. A mostani retro véradás önkéntesei között volt Kovács Gergő szekszárdi énekes is. Fiatal kora ellenére ő is tapasztalt véradónak számít. 18 éves volt, amikor először segített így másoknak. 5. véradásom. Eddig is ugye mindig rendszeres véradó voltam, 18 évesen kezdtem a szekszárdi főiskolán, amikor a hallgatója voltam az intézménynek, és oda települt ki a szekszárdi véradó. És hát ott döntöttem el azt, hogy én szeretnék rendszeres véradó lenni, mert úgy éreztem, hogy fontos. Ez a szlogen is ugye, ami, hogy adj vért és ments meg három életet. És fontosnak éreztem ezt, hogy innentől kezdve rendszeresen csináljam, és most így, ezt 2019-re már a 25. alkalom. Jó hír, hogy Tolna megyében szemben az országos átlaggal a véradók száma néhány éve dinamikusan növekszik. Tolna megyében az elmúlt években eléggé állandó volt a véradók száma, 2017-ig körülbelül 10 000 jelentkeztek évente véradásra, azonban a tavalyi évben 2018-ban több mint 11 000 jöttek el vért adni. Ennek a jelentős létszám növekedésnek a hátterében nagyon komoly szervező munka áll, amelyet az Országos Vérellátó Szolgálat a Magyar Vöröskereszttel együtt végzett. A véradók számának folyamatos növekedése országosan is példaértékű tendenciának számít. Az önkéntesekre ugyanis nélkülözhetetlen szükség van a műtéti beavatkozásoknál. Ez a 11 000-es véradó létszám így elérte a lakosság létszámának 5%-át. Ez a véradás biztonsága szempontjából már megfelelőnek mondható. Így tulajdonképpen a legfontosabb célunk, hogy megőrizzük ezt a létszámot a jövőben is. A számok dinamikus növekedése mögött, mint ahogyan az az előbb el is hangzott, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársainak jól átgondolt kampánytevékenysége áll. Hát a 25 év alatt és a 45 év fölötti személyek jönnek nagyobb arányban véradásra. Nagyon fontos célunk, hogy a fiatalokat minél nagyobb arányban megszólítsuk a véradásra, hiszen ők jelentik majd az utánpótlást, illetve hát ugyanilyen fontos lenne 25 és 45 év közötti korosztály nagyobb mértékű bevonása. Hát ebben az évben is megszerveztük az iskolai véradóversenyt. Középiskolánkban szerveztünk ki helyezett véradásokat, ahol a 18. életévüket betöltött fiatalok a saját környezetükbe, barátságos környezetben, így a barátok között adhattak jó hangulatban vért. Illetve az általános iskolákban pedig a gyermekek szüleinek szerveztünk véradást. Ez azért volt nagyon lényeges, mert így pont azt a 30-as, 40-es korosztályt tudtuk megszólítani, akik kisebb arányban vesznek részt a véradásban. A kampánytevékenység, vagyis a véradás népszerűsítése mellett a Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt munkatársai apróbb ajándékokkal is igyekeznek minél több ember érdeklődését felkelteni az ilyen formán nyújtott segítség iránt. Egy kis csokit, üdítőt mindig megpróbálunk adni, de voltak tematikus véradásaink is, például farsankor fánkot adtunk, vagy lesz boros véradás így a bornapok kapcsán. Aztán rajzversenyt is hirdettünk az általános iskolákban, hogy minél fiatalabb életkorban felhívjuk a figyelmet a véradás fontosságára, illetve a nyári időszakban pedig nyereményjátékokat hirdettünk, volt kétszemélyes vacsorát, strandberépőket, wellness napokat sorsoltunk ki, illetve hát most a következő nagyobb rendezvényünk a szeptember 27-én a kutatók éjszakája lesz, amikor pénteki napon 8-tól 17 óráig itt a Vérellátóban lehet vért adni, illetve hát aki regisztrál az interneten a programokra, az bepillantást nyerhet a Vérellátónak a munkájára. A mostani szekszárdi retro véradáson reggel 8 és este 7 óra között több mint 130-an vállalták, hogy segítenek másokon.